Az őshonos nemzeti kisebbségek védelmét célzó Minority Safe Pack aláírás gyűjtése még 2017-ben indult el. Ez alig egy év után sikerrel zárult, összegyűlt a szükséges több mint 1 millió támogató nyilatkozat, ráadásul az eredetileg tervezett 7 helyet 11 EU-s tagállam csatlakozott hozzá. A nemzeti kisebbségek nyelvének, hagyományának és kultúrájának védelmét erősítő kezdeményezést az Európai Parlament is támogatta, az Európai Bizottság azonban idén januárban elutasította azt. A döntést követően szolidaritási mozgalom indult el Európában, amihez szerdán a Magyar Országgyűlés is csatlakozott, miután plenáris ülésén elfogadta az erről szóló határozati javaslatot. Véleményünk szerint az Európai Bizottság egy történelmi lehetőséget halasztott el, hiszen konkrét intézkedésekre lettek felszólítva, és az európai őshonos kisebbségek jogi védelemre szorulnak, és konkrét intézkedéseket és jogalkotást vártunk volna. És az országgyűlés kifejezte azt is, hogy továbbra is kiáll az őshonos nemzeti kisebbségek védelmében, és továbbra is kiáll a Kárpát-medencei magyarság képviseletében. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a Minority Safe Pack kezdeményező bizottsága az Európai Unió bíróságán indított eljárást az Európai Bizottság elutasító döntése ellen. Az aláírásgyűjtést kezdeményező Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviseletében Mince Lóránt Európa Parlamenti képviselő vett részt az online konferencián. A bizottság semmibe vette az aláíró polgárok véleményét, az Európai Parlament 3/4-es többségű határozatát, nagyon sok jelzést Európából, nemzeti és regionális parlamentektől. Az én várakozásaimat őszintén fölül is múlt a január közepétől máig tartó elégedetlenségi hullám, amelyet a döntés kiváltott, regionális parlamentektől, egyházi szervezetekig, uniós intézményektől, civil szervezetekig nagyon-nagyon sokan fejezték ki a fölháborodásukat. Eddig több mint 80 visszajelzés érkezett köztestületektől, politikusoktól, különböző politikai intézményektől, és nagy többségük nem magyar vonatkozású. Itt látszik azt, hogy elértük a célunkat, azt, hogy európai napirendre helyeztük ezt a témát. A kezdeményezéshez még 2018 márciusában a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés is csatlakozott, majd idén februárban önkormányzati határozat formájában kinyilvánította, elfogadhatatlannak tartja az Európai Bizottság döntését, és továbbra is támogatja a polgári kezdeményezés valamennyi javaslatát és programját.